Köszöntöm kedves nézőinket! Hetente jelentkezünk hírösszefoglalónkkal, melyben beszámolunk a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Hírösszefoglalónkhoz jó szórakozást kívánok! Május 3-án közösségi faültetés volt a leendő pomázi parkerdőben. A közösségi faültetésen részt vettek pomázi óvodások és kisiskolások, Leidinger István pomázváros polgármestere, Hardi Péter pomázváros alpolgármestere, illetve Reinicz Gábor a Pilisi Parkerdő ZRT vezérigazgatója. Az új parkerdőben két lépésben 120 ezer facsemetét ültetnek el az erdészek munkatársai. Ez Magyarország egyik legnagyobb szabású ilyen eseménye. Az erdőfelújítás célja, hogy létrejöjjön a pomázi közösség és az ide látogató turisták turisztikai és rekreációs igényeit kielégítő, valamint ökológiai szempontból is optimálisnak mondható pomázi parkerdő. A felújítás így jelentős ökológiai értéknövekedéssel jár, amely pozitív hatással lesz a pomázi közösség életminőségére. Jóváhagyásra került a hévelkerülő út. Hosszas egyeztetést követően Lázár János építési és beruházási miniszter jóváhagyta, hogy a hév kikerülő út az ipartelepi körforgalomba fog bekötni. Ez azért nagyszerű hír, mert így nem fog épülni egy újabb körforgalom az Erkel-Ferenc utcánál, és a korábban a NIF ZRT által megtervezett és engedélyezett, de a leállított budakalászi fél elkerülő úttal együtt épülő körforgalom építése önálló életre kell, és 2026. június 30-áig megépülhet. Az építkezésre a fedezet az Európai Uniós forrásokból rendelkezésre áll. Zöldül a Szelistye játszótér. A Szelistye játszótéren 2023. május 8-án zöld felületi munkálatok kezdődnek, melyek során a játszótér nagy része új gyepszőnyeget kap. A gyepesítés időjárástól függően 2023. május 19-éig tart, és az idő alatt a játszótér zárva tart majd. A gyepesítés gyepszőnyeg kiépítésével történik, így a gyerekek azonnal használatba vehetik, ahogy elkészül. Városi díjak jelölésére várják a javaslatokat. A következő díjakra várják a javaslatokat. Pomáz közművelődéséért díj, közszolgálati díj és egészségügyért díj. A díj adományozására vonatkozó javaslataikat rövid szöveges indoklással Pomázváros honlapján található kérdőív kitöltésével tehetik meg. Mulcs térítésmentesen. Itt a tavaszi munkák ideje, amelyek során egyre többen takarják be a fák alját a növények közötti szabad területeket mulcsal, vagyis faaprítékkal. A megoldásnak több előnye is van, meggátolható általa a gazosodás, megőrzi a talaj nedvességét, vagyis kevesebb locsolásra van szükség, kánikula idején megóvja a növények gyökérzetét a hősoktól. A mulcshoz most érintésmentesen lehet hozzájutni. A tűzoltóság az általa megmetszett, légvezeték körül levágott ágakat, gajakat ledarálja. Aki mulcshoz szeretne jutni, az hívja fel Nagy István képviselőt a képernyőn látható telefonszámon. Feliratkozási lehetőség a polgármesteri hírlevélre. Két hetente megjelenő hírlevélben közvetlenül tájékozódhatnak a városban zajló színes és sokrétű kulturális életről, az intézmények, civil szervezetek tevékenységéről, a városban folyó beruházásokról, tervekről, a képviselőtestület munkájáról, döntéseiről. A hírlevéllel hiteles tájékoztatást kaphat mindenki, hogy a közösségi médiában alkalmanként torzuló hírekkel szemben valós információkkal rendelkezzenek. Szórakozó magyar est. A
A program helyszíne Telekivattai kastély. Az időpontja 2023. május 12-e 18 óra. Dr. Horváth Attila egyetemi tanárurat, alkotmánybírót hallhatjuk, aki a vármegyékről, főispánokról, alispánokról beszél. Pilis Kapuja Művészeti Fesztivál. A fesztivál helyszíne Pomázi Művelődési Ház, időpontja 2023. május 12-e 19 óra. Görög Béla festőművész kiállítás megnyitója május 5-én 18 órától lesz a kastélyban. Pomázi érmek judóban. A 36. Nemzetközi Budapest Kupán egy arany és két bronzérmet szerzett Raffai Zsófia, Raffai Barnabás és Raffai Levente. A verseny érdekessége, hogy négy kontinens, majdnem 2000 judósa versenyzett. Megnyílt a Pünkösdi Tájház, ahová várják szeretettel az érdeklődőket kiállításokra és foglalkozásokra. Majálison jártunk a civil házban. Az élet, hál' Istennek jönnek, úgyhogy sok új arcot látok a városból, úgyhogy nem csak mi civilek, civil szövetségek vagyunk jelen, hanem a városnak az apraja, nagyja is jelen van. Akkor a civil szövetség nevében hivatalosan hogyan minősíteni a rendezvényt? Szerintem sikeres. Én örülök neki, hogy azért ilyen sokan itt vagyunk, mert ugye ez egy új esemény, eddig ilyen még nem volt, se a mi életünkben, se a város életében, hogy egy szervezet, egy egyesület szervezne majálist, úgyhogy én abszolút sikeresnek mondhatom, hogy azért az emberek jönnek érdeklődve, jól érzik magukat, itt töltenek velünk most már 2-3 órákat, úgyhogy én csak jót tudok mondani.
Hát a majális az mindig arról szólt, hogy összejött a falunak, később a városnak a praja nagyja, és jól érezték magukat. Ugyan hiányolom a sörvéstét, mert egy május elsőjei feelinghez azért az hozzá az jár. Tartozott, így van. Nagyon nagy hagyománya van Pomázon egyébként, tehát még annak idején a Vrócba tartották mindig a majálisokat, a Vróc Peklár csárdánál, aki még így emlékszik rá, tehát ott voltak a majálisok, aztán utána, amikor már felvonulásokat is rendeztek Pomázon, hát akkor az állomásról ment a kultúrotthonba a majális, illetve a Hősök teréről indult a menet, és ment a kultúrotthonba, ami a Bem József utcában volt a majális. Ki volt rendelve a falu apraja nagyja, a cégek a táblákkal. Hozzáteszem, hogy majdnem mondtam, hogy még a társadalmi szervezetek, de azok nem nagyon voltak, tehát talán két társadalmi szervezet volt engedélyezve abban az időben, de az iskolák és a cégek azért ott kellett, hogy legyenek, és hát ott is ugye lement a kötelező protokoll rész, aztán utána azért mindenki jól érezte magát. Ez pedig a civil házban, ami most van, hát ez egy városi majális, legalábbis a város ezt maga rendezvényének tudja be. Nagyon jó kezdeményezés. Közösségi szolgálat a PMHK-ban. A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel várja azokat a középiskolás diákokat, akik még nem találták meg a megfelelő helyet a kötelező 50 órás közösségi szolgálatukhoz. Jelentkezni a feliraton látható e-mail címen lehetséges. Köszönjük kedves nézőink figyelmét! E heti adásunkban is igyekeztünk beszámolni a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Minden kedves pomázinak kellemes hetet kívánok magam és a stábunk nevében. Viszontlátásra!